Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Radnóti Miklós versei csendültek fel még januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Part rendezvényházban. Március 22-én pedig egyik legnépszerűbb költőnk írásai kerülnek a főszerepbe. A Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület ugyanis kistérségi versmondó versenyt hirdet Radnóti Miklós halálának 80. évfordulója kapcsán. Két korcsoportban várjuk a nevezőket, külön értékeljük a általános iskola 7.-8. osztályos korcsoportot, és külön pedig a középiskolásokat, illetve a szakközépiskolásokat. A zsűri előtt kell megmérezkedni, a zsűri tagjai Vitéz Vilmos, Elborda Zsuzsanna költő, Vilmos is ugye költő és versmondó, illetve dr. Németh Éva tanárnő lesz a zsűrinek a tagjai. A Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület évek óta szervez kistérségi versmondó versenyeket, ezúttal azonban csak Radnóti verssel jelentkezhetnek a szavalók, egy tagintézményből három tanuló nevezhet. Az első három helyezett korcsoportonként kap könyvutalványt és oklevelet, és a legjobbakat pedig arra kérjük fel, hogy április 12-én a költészet napi rendezvényünkön mondják el verseiket. A jelentkezési lapokat március 11-ig várják az Egyesület e-mail címére. A versenyt március 22-én pénteken 15 órától szervezik meg a Fehérló Közösségi Házban. A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni a képernyő alján látható telefonszámon lehet.